halljátok, van egy olyan sztorim, el kell, hogy meséljem nektek. Mai nap kaptam egy csomagot külföldről, és ebben a csomagban egy egészen különleges dolog van. De kezdjük az elejétől. Biztos megfigyeltétek már, hogy ezt a csatornát úgy építem fel, mint kb. Egy ilyen videónaplót. Tehát igyekszem kis filmekben feldolgozni a hozzám közelálló vagy érdekes témákat. Tudom, ez sokszor nem túl happy, de hát ez van. Minden esetre ennek kapcsán belekezdtem a drónozásba is, és hát úgy voltam vele, hogy beszerzek egy DJI Mini 2-est. Ez egy kicsi, könnyű, relatíve olcsó belépő kategóriás drón, arra jó lesz, hogy kitanuljam az alapokat. Egész szép képe van, stabilan tartja magát, elfér egy zsebben, és nem vonatkoznak rá olyan szigorú drónszabályok sem. Viszont egy darab mozgásérzékelő szenzor sincs rajta. Tehát, hogyha valamivel ütközök, akkor nagy esélye mehet a kukába. Tehát megvolt a lehetőség, hogy előbb-utóbb elrontok valamit, és akár el is veszíthetem a kis gépet. Na, ezzel nem is kellett olyan sokáig várni, mint gondoltam. Éppen Szegeden voltam, és kitaláltam, hogy meg szeretném nézni a napfelkeltét egy elhagyatott víztorony tetejéről. Minden rendben is ment, a feljutás mondjuk picit sketchy volt, de úgy voltam vele, hogy biztos, ami biztos, ha drónozok, akkor inkább fentről indítanám el. Csak hát nem volt ott neki hely. Nem baj, gondoltam, majd a kezemből indítom, és a földön majd landolok vele, hogyha végeztem. Az ötlet az jó is volt, és sikeres felvételek készültek, de a leszállás... Na, a leszállás az nem úgy sikerült, mint ahogy terveztem. Fentről legalábbis úgy tűnt, hogy sikeresen landol a drón, leállt a motor, stb. Én is elkezdtem összepakolni a dolgokat, kihúztam a kontrollert, betettem a hátizsákba, összecipzároztam, és már éppen szedelőcködtem volna felfelé, amikor egyszer csak, mint a magától visszakapcsolt volna, elindult felfelé. Valószínűleg valami fűszál vagy ilyesmi belealkathatott a propellerbe, és nem teljesen állt le, emiatt úgy érzékelte, hogy neki el kell indulni vissza, és felszállni oda arra pontra, ahonnan indítottam, tehát a toronynak a tetejére. Ezzel csak az volt a gond, hogy ez lehetetlen, hogy oda visszaszálljon, már csak azért is, mert fölötte volt egy ilyen perem, ahol ültem, és így elkezdett vészesen közelenni, emelkedni addig a magasságig, amit hogyha elér, akkor egyszer neki ütközik, és hát nem tudom megmenteni. Úgyhogy elkezdtem ilyen ezerrel kipakolni a táskából, gyorsan visszacsatlakoztatni a kontrollert, rákötni a telefont, telefonnal keresni a jelet, és hát megállítani a drónt, hogy visszaszerezzem az irányítást. És az utolsó pillanatban tényleg egy hajszálon múlott, de megsikerült állítanom a drónt, a pere maradt pár centivel, és akkor onnantól kezdve ki tudtam manőverezni, és akkor már biztonságban landoltatni egy jobb helyre. Tanultam belőle, ez volt az első alkalom, amikor majdnem elvesztettem a drónt. A második, amikor az Azori-szigeteken voltam, egy erdőben, és az volt a koncepcióm, hogy átreptetem a fák között, hogy készítsek egy ilyen hangulatos felvételt, de valamit rosszul nyomtam, és körülbelül 8 méter magasságban felragadt egy fán. Hát ugye ez egy tipikus eset, hogyha nehezen mászható a fa, vagy nincs létre a közelben, akkor nem sok mindent lehet tenni. Az egyik legidegesítőbb dolog, amikor ott van a fejed felett a drón, de nem tudsz mit csinálni, mert elérhetetlen. Szerencsémre egyszer csak jött egy nagyobb szellő, és lesodorta a drónt 3 méter magasságban, odáig meg fel tudta mászni és sérülés nélkül lehozni, ami nagy szó, mert a kis propellerei nagyon sérülékenyek. Viszont következőnek már nem volt ilyen szerencsém. Egy ködös erdőben voltam, és nagyon megtetszett, hogy ilyen sejtelmes a táj. Szóval jó ötletnek tűnt, hogy reptessem egy kicsit a fák között, de arról nem tudtam, hogy erős ködben teljesen máshogy mozognak a drónok. Folyamatosan felfelé szállnak, akkor is, ha nem nyomok semmit. Olyan, mintha vízben lennének, és szinte felúsznak a ködben. Na ez volt itt is a probléma, akartam ugyanis egy olyan shotot, hogy elsétálok a ködben, de közben a drón mögöttem folyamatosan emelkedett, és végül elkapott egy faágat, ami után legalább 15 métert zuhant. Azt hittem, hogy totál káros lett, de kiderült, hogy mégsem. A gimbalja meg a propellere kicsit sérült, de javítható állapotban volt.
Egyébként egyszer egy hasonló eset után még el is tévedtem az erdőben, mert túl sok időt csesztem el a drónnal, és közben rám esteledett. Fogalmam sincs, hol vagyok. Szerintem eltévedtem az erdőben, ilyen se volt még. Már egy 20 kilométer mentem, de előbb-utóbb csak jutok a civilizációba. Állj, éles lövészet esetén átjárás és áthaladás tilos. És le van lakatolva, hogy éles lövészet van. Csak vicceltem, miért lőttek volna le? A lényeg, hogy egyben a drón, és küldhettem újra repülni. A következő ijesztő eset Dániában volt, ahol a sirályok jelentették a legnagyobb gondot. Amúgy nem is az emberek miatt nem tudok drónozni, hanem a sirályok miatt. Ezek a sirályok levadásszák repülés közben a drónomat, nem merem felküldeni. Én nem is gondoltam volna, hogy ennyire védik majd a területüket, hogy félelmet nem ismerve megállás nélkül le akarják szedni a levegőből a kis repülőgépemet. Ha csak egy centiméterrel közelebb csíptek volna, akkor megint ugyanúgy járok, mint amikor a fákba akadt bele a propeller, csak itt most nem 15 méterről, hanem legalább 100-ról esett volna, ráadásul a tengerbe. Egyébként, hogyha ez még nem lett volna elég, helyenként a szél is úgy fújt, hogy magától is majdnem felborult a levegőben. El is kezdtem kapni számomra eddig ismeretlen figyelmeztetéseket, hogy azonnal szakítsam meg a reptetést, mert a gép veszélyben van a szélerősség miatt. Persze ez nem volt annyira egyszerű, a parttól 150 méterre, de valami csoda folytán sikerült visszamanővereznem a szárazföldre, és ismét visszajött egy halálos szituációból. De hát, nem kísérthetem örökké a sorsot. A következő repülés az máshogy alakult, mint ahogy szerettem volna. Görögországban voltam, ismét a tenger fölé küldtem a drónt, de nem volt szél, nem voltak sirályok, és még csak nem is mentem olyan messzire vele, amikor egyszer csak a készülék elvesztette a jelet. Korábban már volt ilyen, de akkor nagyon messzire repültem, és egy hegy volt köztem és a drón között. Ilyenkor a gép egy helyben lebeg, majd kis idő után újra megtalálja a jelet, és elindul vissza a kezdeti pontra. Itt viszont nem így volt, nem jött vissza a jel. Vártam 5 percet, semmi. Vártam 10 percet, semmi. Vártam 20-at, 30-at, 40-et, egy órát, semmi. A drón nyom nélkül eltűnt a tenger felett 50 méterrel. Ez volt az utolsó felvétel, amit készítettem vele. Órákat ültem a parton, hogy visszajöjjön, pedig tudtam, hogy felesleges, hiszen max 20 perces az aksia. Máig érthetetlen számomra, hogy hogy veszthette el így a jelet. Egy teljesen nyílt területen. Bele kellett törődnöm, hogy a drón, akivel ennyi mindent megéltünk, elveszett. És soha többet nem látom. De egyszer csak, több mint fél év után kaptam egy e-mailt. Megtalálták. Megtalálták a drónt. Több mint fél év után egy lengyel család pont Korfun üdült, és megtalálta a drónt. Hazavitték Lengyelországba, beolvasták a vászszámát, és a DJI segítségével beazonosították, hogy ki volt a tulajdonosa. Hello, Benz. This is your drone. I think the condition is very good. The camera is moving when we move the drone, and I see just a little scratch here, but I think it is just dirt. So that's it. Hihetetlen, hogy léteznek ennyire kedves emberek. Nem tudom, hogy, de a drón ezek szerint mégsem esett bele a tengerbe. Valószínűleg az utolsó erejével még megpróbált visszatérni a partra, ahonnan indítottam, de lehet, hogy nem tudta pontosan belülni, hogy hol szálljon le, ezért valahol tőlem távolabb egy bokorba landolt, és fél év tengerparti hányódás után sértetlen állapotban várt, hogy valaki megtalálja. Egyszerűen hihetetlen, hogy ennyi idő után ismét visszatalál hozzám a drón. Úgyhogy már lehet, hogy sejtitek, hogy mi van a dobozban.
Hát ez hihetetlen, még fel is töltötték. Bartek found the drone on holiday in Corfu, and later I found the owner of this drone. Double victory!